Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én Csonka Erzsébet vagyok, Rákóczi falváról érkeztem a kis MAG csapatunkkal. Mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az egyik legismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta él Budapesten családjával, Mariannal, kettő fiú gyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel, 1991-től szervez embereket, és azóta van saját szervezésű csapata is. 1993-tól vezet embereket. Több pénzintézet vezető is volt a múltban. 1996-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezet piacvezető, és most is piacvezető a szervezet. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereknek segíteni, hogy közben az élete romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amiket használ is. Vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek békében, boldogságban és szeretetben élni, azért, hogy az aranykorba bekerülhessenek. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai előadásunkat. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Tegeződni szoktunk. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást. Kortól, nemtől függetlenül. Remélem, ez nem bántó senki számára. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé halad a világ. Mi baj van azzal, ami felé halad a világ? Rossz irányba. Rossz irányba? Nem energetikus. Szeretetlenség. Elnyomáson? Nem elég etikus. És még? Tudatlanság. Elnyomás. És ha ez ebbe az irányba halad tovább a világ, akkor szerinted mi várható? Káosz. Még rosszabb lesz? Megyünk a liberalizmus felé. Tehát nem akarok politizálni, mert távol álljon tőlem a politika, de ugye egy liberális világ felé megyünk, és ugye a liberalizmus meg az anarchizmus az nagyon közel áll egymáshoz. Ez csak egy ilyen hajszálvékony kis vonal választja el, ami azt jelenti, hogy bármikor lehet a liberalizmusban anarchizmus. Hát jó, de hát ugye úgy vannak sokan, hogy akik gazdagodni szeretnének, hogy zavarosba könnyebb halászni. Hát az emberek mennyire ismerik, hogy hogyan működik az ember? Mennyire? A lényeget nem. Semennyire, nem? Tehát se azt, hogy mások hogyan működnek, se azt, hogy saját maguk. Se, hogy a szüleik, vagy a gyerekeik, vagy a párjuk, nem? Tehát nem igazán. És hogy mennyire, hogyan működik az élet, azt mennyire ismerik? Ugyanaz. Semmennyire. Valahogy ez nem, ez kimaradt az oktatásból, nem?
oktatási rendszerből. Vajon mik a legfőbb alapelvek az életben ezzel kapcsolatban? Vannak ismereteik az embereknek? Hát ez sem egy ismert dolog, nem? Legfőbb alapelvek. Életértelme? Tudják az emberek? Nem voltunk a sógornőmnél, akkor tegnap, illetve úgy mentünk, hogy pénteken este barackot kellett szedni, aztán befőzési akció volt, és ugye jöttünk haza, hát mikor lefele mentünk, nem volt semmi forgalom, mert jó későn mentünk már ilyen, hát ilyen 9 óra után, ha már nem volt forgalom, visszafelé meg egy olyan 1 óra, 1:30 környékén jöttünk. Ez hihetetlen forgalom volt. És akkor gondolkoztam, hova a jó Istenbe mennek szombaton, kora délután az emberek? Hát egyszerűen hihetetlen. Tehát hova mennek? Mondom, szombaton délután, kora délután hova mennek? Régen az átlag kilométer egy autónál ilyen 8000 kilométer volt. Hát most nem tudom, hol tart az átlag kilométer, de hogy legalább most már olyan duplája szerintem. Valószínűleg. Tehát sokkal többet autóznak az emberek, mint szoktak. Tehát hát valami, most csak azért beszélek erről, mert hogy ez pont ide kapcsolódik, hogy azt gondolják, hogy az az értelme az életüknek, hogy mit tudom én, most láttam egy reklámot, hogy fedezd fel Bulgáriát. Tudom, az volt a ilyen óriás poszteren, ahogy jöttem hazafelé, hogy fedezd fel Bulgáriát. És ha nem fedezi fel az ember, akkor mi van? Miért kellene felfedezni Bulgáriát, nem? Tehát egyáltalán miért kellene olyan dolgokat felfedezni, amitől nem lesz jobb az életünk? És itt, ami felfedezi valaki Bulgáriát, és ettől mennyivel lesz jobb az onnantól származott hátra lévő élete? Mert mondjuk felfedezne valami dolgot otthon, amit utána hasznosná tenni az életét, nem? Onnantól kezdve, akkor mondhatnánk azt, hogy volt értelme annak a dolognak, nem? Tehát, hogy tudom, elmegy valaki Bulgáriába, voltam egyébként a 80-as években, voltunk többször is, de mostanában már nem járunk. Most már az elmúlt 10 évben úgy gondoljuk, hogy bőven járkáltunk többet, sokkal, mint a legtöbb ember, de a 1900 meddig, vagy 2008-ig, azt azóta nem igazán mentünk külföldre, nem voltunk egyszer se konkrétan. De addig voltunk évente mondjuk 2-3-szor. És valahogy rájöttem arra, ottan tájt, hogy hát nem ez az élet értelme. Nem az az élet értelme, hogy most mit tudom, felfedezünk Bulgáriát, vagy felfedezünk Görögországot, vagy bármit. Miért kellene felfedezni? Tehát én valahogy azóta elkezdtem úgy gondolkodni, hogy ha valamit most teszek, akkor az a jövőmre nézve legyen értelmes. Tehát mondjuk azáltal jobb legyen a jövőm, vagy mások jövője. De most a mások jövője jobb például, akkor az valószínű, hogy az én jövőmre is pozitív hatással van. Tehát mit tudom, mondjuk elmentünk bárhova nyaralni, mondom, régen nagyon sokat voltunk külföldön, bárhova elmentünk üdülni, nyaralni, hát nem csak nyaralni, mert voltunk mi télen is, mit tudom én, síelni, vagy mit tudom én, Tunéziába, karácsony szilveszterkor, tehát ugye az nem nyaralás, az üdülés, és ugye így visszatekintve az az egy hét az jó volt, vagy az a 10 nap, amikor voltunk. De az utána következő részre semmilyen pozitív hatással nem volt. Tehát az emberek azok a per pillanat élvezetekért csinálnak dolgokat, mi is ezt csináltuk.
De a kutya nem mondta meg, hogy nem ez az élet. Hogy az élet nem erről szól. Azóta sem mondták meg nekem, csak rájöttem, hogy az élet nem erről szól. Mert az élet az 52 hétből áll egy év az életben, és abból most 2-3 hetet jól érzed magad, és mi van a többi 49-e? Vagy 50-nel? Érted? Tehát az embernek nem 2-3 hetet kell jól érezni magát egy évben, hanem mondjuk 2-3 hetet nem annyira jól érezze magát, és a többit meg jól, nem? Valahogy nem úgy kellene? Tehát valahogy fordítva kellene csinálni. Hát most nézd meg, nem ezt csinálják az emberek, hogy 2-3 hétig jól érzik magukat, és akkor utána jól legyen mondjuk 6 hét, na mert van 6 hét szabadság, és 6 hétig jól érzi magát. Vagy mit tudom én, minden vasárnap is, vagy szombaton is, mert akkor is van elég pénze, és el tud menni mondjuk üdülni, és akkor ő úgy gondolja, hogy jól érzi magát. Na most én elmegyek vásárolni, engem a vásárlás az lehúz. Embereket meg doppingol. Na most ez azt jelenti, hogy miért húz le? Azért, mert valamilyen szintre visszavásárlás. Érted? Tehát valamilyen szintre fölhozza, vagy leviszi azonos szintre az embereket, úgy körülbelül. Nézd meg, azok, akik vásárolnak, úgy hangulatilag ránézel azokra az emberekre, és azt látod, hogy körülbelül azonos hangulatban vannak. Nem? Tehát valamilyen azonos hangulati szintre viszik az embereket a vásárlás magát, maga a vásárlás érzet. Az valamilyen hangulati szintre viszi az embereket. Nézd meg, ha bemész egy bevásárló központba, ahol látod, hogy az emberek nézelődnek, vásárolnak, akkor azt látod, hogy körülbelül mindenki azonos hangulaton van. Na most a rossz állapotú embereket följebb hozza. A jó állapotúakat meg leviszi oda. Tehát én elmegyek vásárolgatni, mit tudom, én bemegyek, hol is voltam, mit tudom, praktikerbe elmentem, én komolyan lefáradtam. Egy dolgot akartam vásárolni, azért mentem el, és szó szerint lefárasztott. Az az egy dolognak a megvásárlása. Tehát engem nem feldob a vásárlás, hanem lehúz arra a szintre, mint a többit fölemel. Így van, tehát a vásárlás ez engem nem doppingol, hanem ugye az én szintemhez képest levisz. Persze a legtöbb ember az nem az én szintemben van. Valaki kapcsolja ki a Skype-on a hangot. Jó, tehát nem az én szintemen van, hanem sokkal lejjebb hangulatban értem ezt a szintet természetesen. Tehát sokkal rosszabb állapotban, sokkal rosszabb hangulatban vannak emberek, és ha elmennek vásárolni, akkor utána jobban érzik magukat. Hát én meg elmegyek vásárolni, rosszabbul érzem magam. De azt érzem, hogy gyakorlatilag az ott eltöltött idő az totál értelmetlen volt. Jó, hát meg kellett valamit venni azért, mert muszáj volt, de akkor is értelmetlen volt, érted? Na most valahogy így vagyok az olyan üdülésekkel is már, amire elmegy az ember, és gyakorlatilag az emberek elmennek üdülni, akkor ugyanez a helyzet. Följönnek egy hangulatra. Tehát megnézed az üdülő embereket, mikor látunk üdülő embereket, én akkor látok az elmúlt években, 2016-tól, akkor látok üdülő embereket, ha van egy vezetőképzőnk. És a vezetőképzőn látom az üdülő embereket. Most nem a mieinkről beszélek, hanem másokról. És azt látom, hogy vannak egy bizonyos hangulaton. Megint azt látni, mint a vásárlásnál, hogy körülbelül az üdülők ugyanazon a hangulaton vannak az üdülő emberek. Tehát fölhozza őket valamilyen hangulatra. Na most, ha az ember egy magasabb hangulaton van, akkor őt meg leviszi arra a hangulatra, mint ahová többit fölhozza. Na most, jó, az én esetem egy kicsit más, mert itt, ha mondom, eddig
az elmúlt években elmentünk üdülni, akkor nem üdülni mentünk, hanem vezetőképzőre, és az egy teljesen más helyzet, hát nyilván egy üdülőbe csináltuk, de akkor is vezetőképző volt, és ezáltal ugye az én hangulatom az megmaradt, meg azoké is, akik ott voltak, de ha megnézem, ha most csak elmennék egy pár napra egy üdülőbe, vagy egy hétre egy üdülőbe, akkor én megmondom őszintén, unatkoznék. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az üdülő embereket fölviszi unalom szintjére. Vagy mondjuk megelégedettség szintjére. Még ez egy jó szint, 2,8. Igen, a megelégedettség szintje. Tehát, és akkor ugye elégedettek, mert akkor most üdülnek. Na, engem még levisz a 2,8-ra, na most, vagy még lejjebb a 2,5-re, az meg nekem nem annyira jó. Tehát, de ugyanez a vásárlás is körülbelül fölviszi az embereket ilyen elégedettségi szintre, megelégedettség, 2,8. Engem meg levisz arra a szintre. És ha engem valami levisz arra a szintre, akkor én nekem az nem energia, hanem energia elszívás. Na most az emberek ezért, mert ugye, ha megnézzük, az átlag hangulatú ember az 1,2, azt pedig úgy hívják, hogy részvétlenség szintje. Na most ez picivel magasabb szinten van, mint a félelem. A félelem az 1, ahhoz képest a részvétlenség szintje 1,2, a rejtett ellenség pedig 1,1. Na most persze az átlag ember az valahol itt tartózkodik, mondjuk 1,2, de legyen feljebb, mondjuk tételezzük fel, mint a még kettesen. Már azok az emberek, akik kettesen vannak, az a nyílt ellenséges, rossz indulatú, az az 1,9, nyílt ellenséges az a 2, és ha már ott van valaki, az már lényegesen átlag fölött van, mert az átlag az 1,2, és ahhoz képest az 1,9, egy kettes, az azért jóval magasabb, és ugye az azt jelenti, hogy nyílt ellenséges, rossz indulatú nyílt ellenséges, hát az nem jó indulatú ember. Na most elmegy egy ilyen ember nyaralni, vagy üdülni, persze a 2,8-ra, vagy a 2,5-re ő följön, és jobban érzi magát. De azt hiszi, hogy ez az nihil, ez az élet ne továbbja. Hát a fészkes fenét. Hát pont az a szint az, ahol az ember ilyen, hát már nem rombolóan aktív, de még nem is építően aktív. Tehát gyakorlatilag passzív. Mert a kettő kioltja egymást. Tehát például egy kettes vagy egy 1,9-es, tehát egy rossz indulatú vagy egy ellenséges, az rombolásra hajlamos. Egy érdeklődő ember, az meg építésre hajlamos. A kettő között van az unalom, a megelégedettség, hát az pedig a kettő kioltja egymást, mert már nem rombolásra hajlamos, de még nem építésre hajlamos. Ha egy kicsit lejjebb megy, akkor rögtön előjön benne a rombolás. Ha egy kicsit följebb megy, akkor előjönne belőle az építés. De annyit nem tud följönni, mert ha ő kettes, akkor örül, hogy fölmegy 2,5-re, unalomra, vagy fölmegy megelégedettségre, de akkor is több energiája van, mint mikor kettes volt, és ellenségeskedett emberekkel. Vagy elég, ha ellenségeskedik a rendszerrel, vagy a politikusokkal, vagy bármivel, vagy a sportban ellenségeskedik, teljesen mindegy. Beszélgetsz valakivel, ha ellenséges kommunikációt folytat valamilyen irányban, akkor ő avval a dologgal szemben kettes, ellenséges. És egy kicsit több dologról beszélsz, és mindennel kapcsolatban olyan kettes a hozzáállása, ellenséges, hát akkor ő egy ellenséges ember. Tehát őnek ilyen hangulata van. Tehát
Nem ez a normális. Tehát nem az a normális, hogy egy ember rossz állapotú legyen. Nem az a normális, hogy egy ember féljen. Nem az a normális, hogy rejtett ellenséges legyen. Nem az a normális, hogy haragos legyen. Vagy nem az a normális, hogy rossz indulatú vagy ellenséges legyen. Sőt, még az se normális, hogyha unalom szintjén van, vagy megelégedettség szintjén van, 2,8. Ezek a számok, ezek energiaszintek. És így tudod viszonyítani egymáshoz. Na szóval, nem, tehát nem ez a normális. Tudod, mi a normális? Körülbelül az, igen, 8-as. Feldobottság. 8-as. 8-as. Erre azt mondta a Zeisel Endre, saját fülemmel hallottam tévében egy riportnál, beszéltek a depresszióról, és mondta, hogy a depressziós embert az gyógykezelni kellene. Jó, oké, ebben különösebb gondom nem volt, ez se jó, de mindegy. El azt mondta, ugyan szoba került a feldobott ember, a feldobott embert is gyógykezelni kell. Na, onnantól kezdve az a manusz leírta magát számomra. Pedig addig felnéztem rá. Tehát ezzel az egy mondatával leírta magát előttem. Most gondoljátok bele, vagy gondoljatok, hogy mondjuk egy ilyen ismert személy, aki ugye az egészségügyben, ugye főleg a genetikában ilyen jártas, és ilyet kimond, hogy egy feldobott embert, azt gyógykezelni kell. Az le kell nyugtatni. Hát anyját nyugtassa le azt. És akkor ugye vannak olyan gyerekek, akiket beiratnak iskolába, és feldobott. Tehát tök jó állapotú, mert nem voltak hülyék a szülők, és nem húzták le. És feldobott állapotban van, és zavarja az órát. Mert nem az a normális, hogy egy gyerek 3-4 órán keresztül bámulja a tanárnőt, vagy a tanárt. Nem ez a normális. Egy 7 éves gyereknél, vagy egy 6 éves gyereknél az a normális, hogy nyüzsög. Tehát ez a normális, hogy nyüzsög. Nem az, hogy nézi hátratett kézzel, vagy akárhogy, és meg sem ukkan. És ezáltal behívják a szülőt, mert a gyerek ilyen, és pszichológushoz utasítják, hogy a gyerek az hiperaktív. Hát az anyjukat az hiperaktív. Na most, hogyha annak idején lett volna ilyen, akkor ám ezt csinálták volna. Na hát nem is értem azokat a szülőket, akik szófogadnak a tanárnak. És elviszik a gyereket orvoshoz, pszichológushoz. És mit ír a pszichológus? Nyugtatót fog felírni a gyereknek. Így van, hogy reggel, minden reggel szedje be ezt a nyugtatót. Na most onnantól kezdve a gyerek elkezd szedni nyugtatót. Az összes nyugtató, ami kereskedelmi forgalomban, gyógyszertárban kapható, az mind vegyszer. A vegyszer be fog épülni a szervezetébe, és nem ürül ki onnan. És olyan hatást kelt, hogy akkor is kell majd neki nyugtató az illetőnek, amikor semmi baja nincs. Mert egyszerűen a szervezet elkezdi azt kreálni, hogy hozzáférjen a nyugtatóhoz. Mert a nyugtatónak olyasmi hatása van, mint a drognak. Hozzászokik a szervezet. És olyasmi hatást kelt, mint a drog. A szervezet igényli. És ha nem jut hozzá, akkor ilyen elvonási tüneteket képez. És akkor képzeljétek el, mondjuk egy
6-7 éves gyereknél elkezdik nyugtatózni a gyereket. És olyan, hogy mit tudom én, valaki abba hagyja a gyógyszerszedést, és akkor 10-15 év múlva kimutatható a gyógyszer még mindig a szervezetében. A gyógyszermaradvány. Nem. Tehát maga a vegyszer természetes úton nem távozik a szervezetből. Csak tudatos módon. Persze, ha most képzeljétek el, hogyha az emberek úgy működnének, mint régen. Hogy például mi jártunk a 80-as évektől nyaralni, és akkor lementünk Szabolcsba a rokonokhoz, és akkor ilyen naívan megkérdeztük, hát ti miért nem mentek? Hát nincs rá igényünk. És akkor ezt, azzal elintéztük, hogy nem tudják, mi a jó. Érted? Nekik az volt a jó, hogy otthon teremtettek. Érted? Akkor még állatokkal, meg földdel foglalkoztak. És napi szinten teremtettek. Mi nekünk meg olyan munkánk volt, amivel nem teremtettünk. Érted? És aki teremt, az jól érzi magát a teremtményeivel, vagy a teremtésében. Érted? Egy olyan ember, aki nem teremt, annak pénzt kell kiadni azért, hogy jól érezze magát. És elérték az embereknél, hogy ne teremtsenek, és üzletet lehessen arra ráépíteni, egy nagy világüzletet, hogy az emberek pénzt fizessenek azért, hogy jól érezzék magukat. Vásárlás, nyaralás, koncertek, fesztiválok, falunapok, stb. Stb. És az emberek fizetnek, hogy jól érezzék magukat. És ők meg zsebelik a hasznot. És azért nem érzik magukat jól, mert nem teremtenek. Tehát azok az emberek, akik tényleg teremtenek, azokat nézd meg. Azok nem nagyon mennek, nem nagyon járkálnak. Nem kell nekik kikapcsolódni, érted? Mert élvezik azt, amit csinálnak. Kétféleképpen lehet teremteni. Hát lehet anyagi szempontból teremteni. Az anyag területén teremteni. Az azt jelenti, hogy mondjuk valamiből valamit létrehozol. Valamiből valamit. Érdekes, hogy már ezt teljesen letekertem, és még mindig jó. Na mindegy. Tehát valamiből valamit teremteni. Mit lehet valamiből valamit? Tehát mit tudom én, mondjuk egy faanyagból az asztalos csinál mondjuk egy bútort. Az teremtés. Mert teljesen más lesz abból a valamiből. Mit tudom, az is teremtés, hogy valami elromlott, és az illető megjavítja. Az is egy teremtés. Mit tudom, az is, hogy van egy csomó anyag, és csinál belőle egy ruhát. Az is teremtés. Vagy mit tudom, teremtés volt, mikor a Schusterek cipőt csináltak. Tehát bőrből fogták, aztán létrehoztak egy cipőt. Ugye manapság már Schuster szinten már nem nagyon csinálnak cipőt, legfeljebb javítanak, de hát az is valamilyen szinten teremtés, hogy mit tudom én, elkopik a sarka, aztán megjavítja. Bár ott inkább már csere, valamit kicserél. Tehát a kicserélés az már annyira nem teremtés,
mint valaminek a megjavítása. Szóval, és van, nem csak fizikai létben lehet teremteni, hanem az is egy teremtés, hogy valaki mondjuk élte az életét, nem túl boldogan, ugye az emberek miért nem boldogok? Mert nem tudnak bánni önmagukkal, nem tudnak bánni párjukkal, nem tudnak bánni a szüleikkel, a gyerekekkel, másokkal, nem tudnak bánni a munkájukkal, a pénzzel. Hát alapvetően ugye ezért nem boldogok. És emiatt, hogy ezekkel nem tudnak bánni, problémáik lesznek. És ha az embernek vannak problémái, akkor az hát nem túl vidám dolog. Tehát lényeg az, hogy az emberek nem nagyon tudnak bánni ezekkel a területekkel. Az egy teremtés, hogyha például én hozzásegítek valakit ahhoz, hogy mondjuk elkezdjen tudni bánni másokkal, vagy mondjuk önmagával, vagy mondjuk a párjával, vagy mondjuk a szüleivel, vagy a gyerekével, vagy gyerekeivel, vagy másokkal, az imént már mondtam, vagy a pénzzel, vagy a munkájával. Érted? Tehát az egy teremtés, mert az illető egy területen rosszul működött, és elkezd egyre jobban működni. És azt ugye én segítettem hozzá. Itt tanítunk embereket arra, hogy képesek legyenek hozzásegíteni az embereket ahhoz, hogy jobban boldoguljanak az életben. Nyilvánvaló, hogy az embernek van tudása mások számára, hogy ő más jobban boldoguljon, akkor nyilván ezt a tudást az ő saját életében is fel tudja használni. Na most, ha jobban megnézed, ugye vannak mindenféle szakterületek. Mondjatok szakterületeket, ahol működtetek, vagy dolgoztok jelenleg. Pedagógia. Tessék? Számvitel. Számvitel, könyvelés, igen. Idegenforgalom. Bank. Kereskedelem, igen. Természetgyógyászat. Tolmácsolás. Jó, ezek területek. Tehát olyan területek, amin dolgoztatok, vagy dolgoztok. Hát ugye megnézzük a pedagógiát. Hát alapvetően a pedagógia az, hogy működik valamilyen intézményen keresztül, nem? Hát általában ilyen oktatási intézményen keresztül. Hát ami azt jelenti, hogy hát ott van főnök, nem? Ott van főnököd. Banknál? Szintén. A könyvelő? Hát a könyvelésnél is általában. Idegenforgalomnál is, nem? Mondjuk a természetgyógyászatnál nem biztos. De ott meg sok problémával találkozik. Ugye, főleg egészségügyi. Főleg egészségügyi problémákkal. Tehát ezek olyan területek, ahol jó, mondjuk az, a kivétel ugye a természetgyógyászat, de az összes többi, ahol van főnök, és az ember valamilyen beosztotti viszonyban van, nem? Tehát beosztottként dolgozik. Na most, hát ha az ember beosztott, mondjuk alkalmazott, hát akkor ugye, ha a főnöknek nagyon ellent mond, akkor a főnök úti lapúra rakja az illetőt. Nem? Tehát elzavarja a munkahelyről. Tehát ott igazából hát nagyon oda kell figyelned arra, hogy milyen viszonyban vagy a főnököddel, nem? Tehát ez a viszony, ha nem túl jó, akkor megnézheted, mikor kapsz mondjuk fizetésemelést. Nem? Mert akkor te leszel az utolsó, akit
javasolni fog az ő főnökének, hogy kapjál majd fizetésemelést. Tehát nekem ez a fajta tevékenység, ha így jobban megnézzük, hát történelmi tanulmányaimra emlékeztet, amikor valaki, mit tudom, elszegődött egy gazdagabb emberhez azért, hogy megélhetést biztosítson saját magának, és ezt régen úgy tanultuk, hogy ezt úgy hívják, hogy szolga. Szolga. Tehát, mit tudom, elment a földbirtokosnak, mit tudom én, házvezetőnőnek, vagy takarítónőnek, vagy mit tudom én, megművelni a földjét, vagy bármit. És ezzel mindig azt tanultuk, hogy ezt úgy hívják, hogy szolga. Nem? Nem ezt tanultuk? Nem tudom, hogy a későbbi generáció mit tanult, de mi ezt tanultuk. Az én generációm ezt tanult. Na most, hát mi különbség van a mostanihoz képest? Hát most nem földi birtokosnak hívják, hanem mondjuk gyárigazgatónak, vagy gyártulajdonosnak, vagy mit tudom én, Tesco tulajdonosnak, ha ott dolgozik valaki, vagy valami hasonló, nem? Tehát itt most úgy hívják, hogy tulajdonos, nem? Tehát gyakorlatilag a tulajdonosnak dolgoznak az emberek. Tehát most akkor mi különbség van a kettő között? Hát az ég a világon semmi. Ott is gyakorlatilag a munkáját eladta az ember, nem? És ezért kapott ellenszolgáltatást, most is a munkáját eladja, és kap érte ellenszolgáltatást. Ott is úgy volt, hogy ha nem jól dolgozott az ember, akkor leszúrták. Most is így van, nem? Ha nem jól dolgozik, leszúrják. Ha nagyon nem jól dolgozik, akkor elbocsátják, ott is úgy volt, hogy nagyon nem jól dolgozott, akkor elbocsájtották. Nem? Tehát gyakorlatilag mi különbség van a kettő közt? De érdekes módon már nem tanítják, hogy sehol az iskolában nem tanítják azt, hogyha te el fogsz menni alkalmazottnak, akkor te szolga leszel. Érdekes módon. Ezt meg régen tanították, hogy a középkorban mindenki, aki az uraságnak dolgozott, az szolga volt. Nem fura? Nem érdekes? Tehát valahogy ez kimaradt az iskolai oktatásból ez is, hogy elmész majd alkalmazottnak, akkor szolga leszel. Na most, hát nézzük tovább ezt a kérdést. Na most a szolga az nem tud annyi pénzhez jutni, amennyit szeretne, mert hiába akar egy jó megegyezést kicsik adni a tulajdonostól, hát a tulajdonos azt mondja, hogy én ennyit tudok neked adni, különben felveszek mást, kész. Ennyi. És hát igazából a tulajdonostól függ, hogy utána kap az ember mondjuk fizetésemelést, vagy sem, nem? Hát attól függ, hogy a tulajdonos mennyire elégedett avval az illetővel. Hát ez tipikus szolgalét. Tehát tipikus szolgalét. Na most, ugye ezzel az a probléma, hogy hát, hogy ha te egy viszonylagos jövedelmet szeretnél, akkor kiszolgáltatottja vagy a, tehát ki vagy szolgáltatva a munkaadódnak. Nem? Tehát ugye szolga az azt jelenti, hogy kiszolgáltatott. Hát gondold végig, hogy mennyire jó egy kiszolgáltatott helyzet. Hát nem annyira, nem? Hát nem annyira jó kiszolgáltatottnak lenni. Tehát jobb, ha magad ura vagy, mint ha kiszolgáltatott vagy, nem? Melyik a jobb? Hát a magad ura az jobb, nem? Vagy jobb lenne legalábbis. Na most a magad uránál meg ugye vannak olyan problémák, hogy
Hát sok pénz kell ahhoz, hogy magad ura lehess. Az esetek többségében. Nem? Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk, ha van, mit tudom én, 100 millióid forintba, akkor az befekteted, és a befektetésből tudsz élni. Nem? Hát vagy, mit tudom én, ha vannak nem ennyi, csak kevesebb összegeid, akkor esetleg nyitsz valami vállalkozást. De ugye azzal is az a probléma, hogy egy vállalkozásra kétféle probléma van. Hogy ott meg az ügyfeleknek a szolgája vagy. Tehát, hogyha mit tudom én, azt mondod, hogy hát akkor most már nincs kedvem kinyitni mondjuk azt az üzletet. Vagy nincs kedvem termelni azt a dolgot. Akkor hogy lesz bevételed? Nem? Tehát ez a probléma. Ha egy olyan vállalkozást nyitsz, ahol azt mondod, majd lesznek alkalmazottaim. Hát jó alkalmazottat találni ma nem könnyű. És a jó alkalmazott az általában tudja magáról, hogy ő jó alkalmazott, és ezért nem keveset kér. És ha egy alkalmazott kell, akkor nincs is gond a jó alkalmazottal. Mert egy alkalmazott alkalmazásakor egy jó alkalmazottat nem könnyű találni, de lehet. Lehet. Mert két jó alkalmazottat találni már nagyon nehéz. Én még ilyet nem tapasztaltam. Én nagyon sokáig alkalmaztam alkalmazottakat, nem keveset, a legtöbb az 33 volt. Egy műszakba. Tehát egy műszakba. És volt három műszakunk is. Anno annak idején, tehát majdnem 100 embert alkalmaztam három műszakba. Tehát olyat még lehetett, hogy egy jó alkalmazottat találjak, de olyat, hogy kettőt, olyat már nem tapasztaltam sose. És tehát, hogyha egy alkalmazottat alkalmazol, és találsz egy jót, akkor az oké. Ha két alkalmazottra, vagy esetleg többre van szükséged, akkor már baj, ha találsz egy jó alkalmazottat. Mert a jó alkalmazottat irritálni fogja, hogy a rossz alkalmazott alig teljesít hozzá képest, mégis kap fizetést. A rossz alkalmazottat meg irritálni fogja a jó alkalmazott, hogy ő miért kap annyival többet, mint amennyivel többet kap. Ezáltal a két alkalmazott között komoly konfliktus lesz, ami megmérgezi az eredményességet. Ha mondjuk kell neked 10 alkalmazott, és abból egy jót találsz, ugyanez lesz a helyzet, akkor a 10 alkalmazott fog fújni arra az egyre. És az biztos, hogy a rossz alkalmazott ki fogja csinálni a jó alkalmazottat. És addig fog furkálódni, áskálódni, ameddig el nem távolodik a munkahelytől az a jó alkalmazott. Tehát gyakorlatilag egy olyan ember, aki alkalmazottakat alkalmaz, az állandóan alkalmazotti problémákkal küszködik. Mondom, ha egy alkalmazottja van és talál egy jót, az úgy jó. De az úgy jó, csak nincs további fejlődés. Mert akkor ugye dolgozik ő, meg az egy alkalmazott, aztán amennyit ők tudnak teljesíteni, hát addig tudnak fejlődni. Tehát tovább nem lehet fejlődni. Mert ahhoz, hogy tovább fejlődés legyen, további alkalmazottak kellenének. De akkor meg már jön ez a probléma, amiről beszéltem. Most képzeljétek el, tehát a vállalkozói világ sem egy könnyű dolog. Hát most gondolj bele, ott vannak például a multik. A multik miért tudnak működni? Nagyon egyszerű, mert
akkora vállalkozásuk van, hogy tehát olyan hatalmas mennyiségű alkalmazotti létszámmal dolgoznak, és olyan hatalmas üzleti területet fednek le a vállalkozásukkal, hogy gyakorlatilag, ha valamelyik terület nem úgy működik, ahogy kell, nem baj, a többi viszi. Érted? Na most az, hogy valaki multi legyen nulláról, hát a legtöbb esetben egy élet nem elég. Az legtöbb esetben úgy működik, hogy az apja vagy a nagyapja elkezdte, azt ő unokaként már multi tulajdonos. Előfordul olyan, hogy valaki saját erejéből lesz multi, itt tudom én mondjuk a Facebooknak a, vagy a Microsoftnak a tulajdonosa, ugye a Bill Gates, a Facebooknak meg ez a Zuckerberger. Ilyen lehet, de ha megnézitek, ők valami nagyon újat hoztak létre. Érted? Na most ahhoz, hogy valahogy valami nagyon újat hoz létre, hát ahhoz valami nagyon nagy tehetségnek kell lenni valakinek. Na most ráadásul ugye például ott van a Microsoftnak az alapítója, ugye ő nem egyedül alapította a Microsoftot, hanem ketten. Tehát neki volt társa. És a társnak legalább akkora szerepe volt a Microsoft létrehozásában, mint a Bill Gatesnek, csak a Bill Gates kicsinálta utána a tulajdonostársát. Nem túl etikus módon. Szóval ezért azt tegyük hozzá. Na most lényeg az, hogy ezt most miért mondom, mert hát gyakorlatilag hát azokon a területeken, amin dolgoztok, hát nem tudom, mennyire lehet előre haladni. Vagy például mondjuk foglalkozik valaki természetgyógyászattal, ha már ezt a példát felhoztad, hát ott meg ugye az van, hogy hát amennyi ember gyógyítasz, gyakorlatilag annyi élsz, annyi bevételed van. Tehát, na most, ha több bevételt szeretnél, akkor több embert kell gyógyítani. Az vagy lesz kuncsaft, vagy nem. Ha tegyük fel, hogy lesz. De akkor mit csinálsz egy idő után? Beleszakadsz? Mert mondjuk azt szeretnéd, hogy ötször annyi jövedelmed legyen, akkor ötször annyi embert gyógyítani kell. Hát az egy fizikai képtelenség. Vagy azt mondod, hogy jó, akkor emeljük ötszörösére az árakat, akkor meg a kutya nem megy majd hozzá. Tehát vannak korlátok az embernek a tevékenységében. Ha megnézed, az alkalmazotti létben vannak korlátok, a vállalkozási létben vannak korlátok, így a kisvállalkozási létben, ahol az ember maga csinál mindent, ott is van korlát, mert hát nem tud tovább lépni, mert hát hogyan lépjen tovább jövedelemben mondjuk egy magasabb szintre. Na most, ugye nézzük meg azt a területet, ahol mi dolgozunk. Coachokat képzünk. Na most a coach az hasonló, mint a természetgyógyász. Ami azt jelenti, hogy mondjuk van egy bevétele, mondjuk nem olcsón dolgoznak a coachok, mert 3000-től 35000 forintig terjedő összeget kérnek el óránként. Azért ez nem kevés. És egy coach azt csinálja, hogy képes egy olyan embert, aki az ügyfele, és van valami problémája az ügyfelének, akkor képes rávezetni az ügyfelét arra, hogy mi a problémájának a valódi oka, és a megoldásra. És segít abban, hogy az illető megoldja a problémáját. Na most, hát hogyha lesz egy másik problémája az ügyfelének, akkor visszamegy, és akkor azt a másik problémát is megoldják. Tehát ez is olyan, hogy de hát hány, tehát ha mondjuk
rendszeresen dolgozik, van x forint bevétele, vagy dollárok azokon a területeken, mindegy, tehát van x bevétele, tehát ahhoz, hogyha mondjuk ötször annyi jövedelmet szeretne, akkor ötször annyit kellene dolgoznia. Tehát ő se tudná megtenni fizikailag, hogy ötször annyi jövedelme legyen, nem? Tehát a tanácsadó területtel is az a gond, hogy ahhoz, hogy több bevételed legyen, hát többet kell dolgozni. Így van. A nap 24 órából áll legfeljebb, nem alszol, csak dolgozol, nem? És akkor nem 8 órát dolgozol, hanem 24-et egy nap, akkor háromszor annyit tudsz keresni. Hát jó, de sokáig nem bírja az ember, max. Egy pár napig. Jó esetben egy hétig, aztán kidőlsz. Jó, tehát ez sem megoldás. Tehát a tanácsadó területen, nem tudom, tudod-e, hogy hogy növelik a bevételeket? Hát úgy növelik a bevételeket, hogy tanácsadóvá képezik az embereket. Egy, vagy úgy, hogy bizonyos problémák megoldására képezik az embereket. Tehát mit tudom, azt mondják, hogy na most párkapcsolati megoldások lesznek. És akkor arra hívják az embereket, és akkor egyszerre, hogy tudom én, nem egy emberrel foglalkozik, hanem mondjuk 100 ember tanít. Majd ha növekedni akar, akkor 200-at tanít, vagy ha növekedni akar, akkor 300-at tanít. Értitek? Tehát a tanácsadói területen úgy nőnek a bevételek, hogyha előadások vannak tartva. Vagy úgy növelik a bevételeket, hogy mondjuk az előadások felvételét eladják. Értitek? Na most miért mondom ezt? Mert igazából minden olyan terület, ami a hagyományos, az valamilyen korlátokba ütközik. Tehát a hagyományos pénzkeresési területek korlátokba ütköznek. Ezeket a korlátokat most kifejtettem. Az olyan területek, amik ilyen személyes tanácsadások, vagy személyes segítség, vagy személyes gyógyítás, azok is korlátokba esnek. Na most, gondold végig, hogy milyen olyan lehetőséged van hagyományos területen, ahol tud lenni akkor is jövedelmed, sőt egy növekvő jövedelmed, hogyha nincs, nem dolgozol többet. Tehát nem dolgozol többet. Tehát például, mint írsz egy könyvet, és sikeres lesz a könyv, és úgy nő a bevételed, hogy mondjuk több könyvet eladnak. Nem? Például. Vagy feltalálsz valamit, és akkor élsz a jogdíjból. Hát lehet ilyeneket, de ez nem biztos, hogy jellemző az emberekre. Na most, tehát igazából egyetlen olyan terület van, ami a hálózatépítés, networking, vagy network marketing, kinek melyik jobban tetszik, MLM. A hálózatépítés az a dolog, ahol lehetőség van valami olyan dologra, ami nincs meg az alkalmazotti létben, vagy a hagyományos vállalkozói létben, de még a nagy vállalkozói létben sem nagyon. Tehát ez, mit értek ezen?
hogy ha az embernek van egy csoportja, akkor a csoport aktivitásától függően bevételhez jut az illető, akkor is, ha az illető éppen nem csinált mondjuk adott időszakban sokat, sok mindent, vagy akár növekedésé is lehet, hogy még akkor is, hogyha mit tudom, annyival nem dolgozott többet, mint amennyi a növekedése. De ezekkel kapcsolatban is van gond. Ugye én ilyen területen tevékenykedek 91. január óta. Az azért nem most volt. És hát az a gond ezzel a területtel, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mi a termék vagy a szolgáltatás. Tehát egyáltalán nem mindegy. Hát a legtöbb ilyen hálózatépítéssel működő üzlet úgy indult el, hogy nem foglalkozz azzal, hogy mi a termék, mi a szolgáltatás. Az a lényeg, hogy hoz ennyi meg ennyi embert, és majd ő is hoz ennyi meg ennyi embert, és akkor lesz elég jövedelmet. Na ezt meg pilóta játéknak hívják. Tehát a tisztességes hálózatépítés az a terméket vagy a szolgáltatást adja el. És a tisztességes értékesítő ugye a terméket vagy a szolgáltatást adják el. Na most ezzel viszont kimondtam egy szót, hogy értékesítővé válik az az illető. Na most kérdés az, hogy az az illető az értékesítésben mit gondol magáról, vagy milyen jó? Ha ő nem gondol jót magáról az értékesítésben, illetve tényleg nem jó azon a területen, akkor nem fog tudni értékesíteni. Ezért van az, hogy a legtöbb ember a hálózati rendszerekben, mint értékesítő egyáltalán nem boldogul. Mert nem tud értékesíteni. Tehát nem tud eladni. Érted? És az eladásnak ilyen része van, hogy nem tud meggyőzni például, nem tud lukat beszélni valakinek a hasába, stb. Stb. Hát ugye ezekkel a területek ez a baj. Na most, ha az ember mondjuk pénzügyi alapokon próbál értékesíteni, tehát jössz hálózatépítőnek és sok pénzed lesz, és csak, ez csak az kell, hogy hozzá ennyi meg ennyi embert, és majd ők is hoznak ennyi meg ennyi embert, meg ők is, stb. És lesz egy csomó pénzed, és nem a terméket vagy a szolgáltatást nyújtják, akkor az előbb-utóbb az ilyen működő szervezet az dugába dől. Mert az emberek rájönnek, hogy az a szolgáltatás vagy az a termék hát közel nem ér annyit, mint amennyit fizetnek érte, és hát azt érzik, hogy őket becsapták. Na most, én elég sok értékesítéssel foglalkozó üzletágat, üzletet ismertem meg az elmúlt 28 évben. Ne tudjátok meg, hogy hányat, mert még én se tudom, hányat ismertem meg, mert rengeteget. Mindenféle nyavajába bombáztak engem, és ezért egész jól átláttam mindig ezeket a területeket. Tehát azok a szervezetek, vagy azok a szervezeteken belüli egyének, akik úgy értékesítenek, hogy gyere, és hozzál ennyi embert, és ennyi pénzt fogsz keresni, lásd Jenő és János,
ők gyakorlatilag az embereket becsapják. Tehát ami azt jelenti, hogy maga a szolgáltatás az nem annyira jó, hogy arról lehessen beszélni, nem tudom, világosan. Tehát ugye mindenütt az a probléma, ahol arról szól a történet, hogy teljesen mindegy, mi a szolgáltatás, gyakorlatilag az a lényeg, hogy hozzá minél több embert, és az emberek is majd hoznak embereket, és mennyi pénzed lesz, ott mindenütt a szolgáltatással vagy a termékkel nagy gond van. Mindenütt. Na most, ahol a terméket meg a szolgáltatást értékesítik, ott ahol kevesebb gond van természetesen, de ott meg valószínűleg hát nincs eléggé megfizetve a forgalmazás. Ez az egyik gond. Másik, hogy értékesíteni kell, hogyha jövedelmet akar az ember. Tehát ez probléma. Na most ugye mi is foglalkoztunk több területtel, mert foglalkoztunk pénzügyi területtel, két különböző területen, amiben piacvezetők is lettünk, ugye mind a kettőben, majd foglalkoztunk egészségterülettel, hát ott nem lettünk piacvezetők, de ugye termékekkel kapcsolatban is, egészségtermékekkel kapcsolatban lett tapasztalatunk. Tehát ugye igazából szolgáltatásunk is volt, egészségtermék tapasztalatunk is volt, valamilyen szinten más típusú szolgáltatással is foglalkoztunk, azt úgy csak próbaképpen, és gyakorlatilag az egész ilyen szervezési területet átlátom, ami most a világban van. Tehát itt, ami jönnek nekem egy ajánlattal, akár lehet az a világ legújabb ajánlata, kb. 15 perc alatt megmondom, hogy az átverés, kicsit átverés, vagy nagyon átverés, vagy kevésbé átverés, kb. 15 perc nem kell hozzá, és már átlátom az egészet. Tehát gyakorlatilag ugye nézzük meg, mi mit csinálunk. Nálunk van egy olyan terület, ahol kiket keresünk. Tehát spirituális nyitottságú embereket, nem? Tehát olyanokat nem keresünk, akik a spirituális dolgokra egy kicsit sem nyitottak. Világos ez? Tehát olyan embereket keresünk, akik spirituális nyitottságúak, eleve. Hol keressük őket? Ha lehet az ismeretségi körben is keresgélni, csak ott kicsi a szám. Általában közösségi portálokon keresztül keresünk olyan embereket. Mert olyan egyszerű, mert vannak olyan csoportok, vannak olyan közösségek, ami kifejezett spirituális, és onnan jelölünk embereket. Pofon egyszer. Tehát, hogyha találkozunk egy spirituális emberrel, akkor ugye megkérdezzük, hogy mióta foglalkozik spirituális dolgokkal, meg szeretne spirituális területen további információkhoz jutni. Ha szeretne, akkor beregisztráljuk a weboldalra. Ha beregisztráltuk, akkor megnézhetünk vele egy pár videót tőlem, és ha azt mondja, hogy érdekesnek találta, akkor megcélozzuk nála azt, hogy mi az akadálya annak, hogy tanulóvá váljon. Ha nincs akadálya, akkor elkezd tanulni itt nálunk. Tanulja azt, hogy hogyan bánjon önmagával, másokkal, stb. 24 nagy területünk van,
az alapok alapja az etika, és tanulunk nagyon sok területről, itt be is tudom mutatni, csak hogy lássátok. Mindjárt oda megyünk. Itt van, hoppá. Tehát ugye van az etika, az eredményes tanulás, önismeret, hangulatjavítás, személyiségfejlesztő, elnyomás feloldó, önbizalomteremtő, szeretetteremtő, párkapcsolat, gyermeknevelés, egészségteremtő, boldogságteremtő, célmegvalósító, kommunikációs kócs, emberi bánásmód, hatékonyság, növekedés, pénzteremtés, szervezetvezető, probléma megoldó, sikerteremtő, ez mind kócs, szervezés, marketing, konfliktus feloldó. Jó, tehát ez 24 terület volt. Hát 24 nagy terület, ezt a 24 nagy területet 36 hónap alatt adjuk át. Van amelyik egy hónapos, van amelyik kettő, van amelyik három hónapos. És amikor az emberek itt tanulnak, és eljutnak arra a szintre, hogy már egy kicsit másak, mint mikor beregisztráltak, ahhoz képest másak, akkor lehet, hogy előbb-utóbb eljutnak oda, hogy hát basszus kulcs, itt van az életem. Itt van egy olyan terület, amit nagyon szeretek. Ez a szellemi terület. Ezen a szellemi területen én nagyon szívesen kommunikálok emberekkel. Csak nincs kivel. És mi lenne, hogyha keresnék olyan embereket, akikkel tudok kommunikálni ilyen dolgokra? Lehet, hogy azonnal eljut valaki, de lehet, hogy 5 év múlva. Az ő dolga. És egyszer csak, ha eljut oda, hogy kellene valami olyan csapat, akikkel tudok beszélgetni ilyen terület dolgokról, mert hát a környezetében az ember nem nagyon tud. Ha nem tudom, te, aki nem PPH-s, tudsz-e szellemiségről beszélgetni emberekkel? Mert én nem. Hát én nem. PPH-sokkal tudok, tehát nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy olyannal tudjak beszélni, aki nem PPH-s. És az ember nyilván szeret kommunikálni. Persze vannak olyan emberek, hogy tudnak bármiről kommunikálni, hát én nem olyan vagyok. Én olyan dolgokról tudok kommunikálni, ami érdekel. Az, ami nem érdekel, azt meghallgatom, de annyi. Tehát nagyon hozzá nem szólok. Tehát ezáltal az ilyen típusú kommunikációban nem túl jól érzem magam, megmondom őszintén. Tehát ugye ez egy speciális tulajdonsága a kolerikusoknak. Tehát akiben van kolerikus véna, tehát ilyen vezetői véna, hát az arról szeret beszélni, ami érdekli. De nem mindenről. És lényeg az, hogy hát nekem kellett egy olyan csapat, akivel tudok miről beszélni. De nem ez volt a fő cél. Hanem az a fő cél, hogy álmomba kaptam üzenetet, hogy a szervezetemmel meg kell csinálni az aranykort. Ez nem most volt, sok évvel ezelőtt, de már ebben az évezredben. És ugye ahhoz is kaptam üzeneteket, hogy miért kell megcsinálni ezt, meg hogy fog ez működni, meg stb. Stb. És azt nem anyagi szempontból megközelítve lehet megcsinálni. Tehát az aranykornak az anyaghoz van köze, de ahhoz, hogy aranykor lehessen, az embereknek
fel kell jutni a hatodik lelki szintre legalább. Na most az anyag területe a túlélés és a biztonság. Tehát ha megnézed, mikor kommunikálsz emberekkel, és ilyen anyagközpontúak, akkor meg kicsit jobban kommunikálsz velük, akkor rájössz, hogy ezért élnek. A túlélésért, vagy azért, hogy biztonságban érezzék magukat. Ezért élnek. És úgy gondolják, hogy például ő akkor van biztonságban itt a kettes szinten, hogyha minél több anyagi javakkal rendelkezik. Hát a kicsit szellemileg fejlettebb emberek már akarnak valahova tartozni. Tehát ezen a szinten, a harmadik lelki szinten már megjelenik a szellemiség. Tehát valahova tartozni úgy lehet, hogyha legalább van egy közös szellemiségünk. De az már szellemiség. Tehát a valahova tartozás azt jelenti, hogy az emberek rendszeresen összejárnak. Ugyanazok a személyek. Rendszeresen összejárnak. Ez a rendszeres, ez nem össze-vissza, hanem meghatározott időpontokban. Tehát, hogyha ez a rendszeres összejárás, ez mit tudom én, egyszer ekkor van, máskor akkor, harmadszor meg amakkor, na az nem, tehát az nem nyújtja a valahova tartozást. Tehát azért tud lenni rendszeres, vagy azért kell lenni rendszeresnek, hogy az ember részévé tudja tenni az életének. Az össze-visszát, az össze-vissza az sose része az életünknek. Tehát azok az emberek, akik úgy járnak rendezvényekre, bárhova, hogy egyszer, mit tudom én, szerdán, utána vasárnap, utána megint másnap, tehát nincs egy pontos, ugyanolyan rendben meghatározott dolog, akkor ők nem tartoznak oda. Mert ugyanis nem része az életének. Még akkor se, ha ő rendszeresen ott van. A rendszeresség az azt jelenti, hogy azonos napok, mondom azonos napok, sőt azonos időpontok a napokon belül. Na az a rendszeresség. Akkor része az embernek az életének. Na akkor tartozik valahova. És legalább az az illető már elindult. Nem véletlen, hogy ugye ez egy másik szint, és itt van egy vonal a biztonság és a valahova tartozás között. Mert már mondtam itt az imént, hogy itt megjelenik már a szellemiség. Tehát magyarul már valamennyire ő az anyag mellett már foglalkozik a saját szellemi működésével. De természetesen ahhoz, hogy fölkerüljön valaki a küldetés szintre, kellene egy negyedik, meg egy ötödik lelki szinten való túljutás, és följutni a hatodik lelki szintre, ami mindenkinél időkérdés, hogy mikor jut el arra a szintre, hogy legyen saját csapata. Mert saját csapat nélkül a negyedik, ötödik lelki szinten való továbbhaladás nem tud megvalósulni. A küldetésről meg ne is beszéljünk. Hát ez azt jelenti, hogy nyilván, ha kicsit jobban megnézzük, akkor mi nekünk egy olyan rendszerünk van, ahol rendszeresek a képzések, ugyanabban az időpontban, szerdán és vasárnap. Szerdán 18 órai kezdéssel, vasárnap 15 órai kezdéssel. Jó, és tehát rendszeresen vannak minden, rendszeres. Vannak, akik rendszeresen járnak a rendezvényekre. Tehát ők ugye a valahova tartozás
lelki szint feltételeit gyakorlatilag teljesítették. Na most itt tehát nekünk van egy olyan csapatunk, vagy egy olyan csapatban vagy, ami tényleg csapat. Tehát tényleg egy olyan csapat, ami ilyen közösség szinten működik. És ezen a spirituális területen, amely nem vallási terület, azért hozzáfűznék, tehát nincs mögötte egy vallás, hát én úgy gondolom, hogy én nem is tudom, hogy van-e még ilyen itt Magyarországon. Tehát ugye nem az egyik legnagyobbak vagyunk, hanem a legnagyobbak ezen a területen, mert gyakorlatilag hát még kisebbek sincsenek. Tehát nincsenek. Tehát az nem közösség, hogy valaki tart előadásokat, és oda hébe-óba eljárnak az emberek. És akkor mit tudom én, következőre nem tud jönni, majd az utána következőre, és akkor jön megint egyre. Tehát ez nem közösség. Tehát az közösség, hogy ugyanazok a személyek rendszeresen megjelennek. És a meghatározott időpontokban. Nyilván a rendszeres időpontokban. Na, az közösség. Tehát ott kezdődik a közösség. Tehát ezen a területen, tehát olyan, hogy ebben, hogy mint közösség működjünk, spirituális területen, vallásmentesen, ez totál egyedülálló. Egyedülállók vagyunk ezen. Akkor nézzük tovább. Abban is egyedülállók vagyunk, hogy a szervezés az hálózatépítés szerűen működik. Ugye a hálózatépítésnek az a lényege, a mi esetünkben, hogy minden tanuló után, akit te hoztál, majd aki a csoportodba kerül, vagy a csoportodban van, és neked is vannak saját tanulóid, onnantól kezdve, tehát minden tanuló után tudsz részesedni. 300 millió tudásátadóra van szükség. Nincs a világon olyan hálózat, ami 300 milliós. Ezt csak úgy mondanám. Jelenleg. Tehát ilyenek vannak, hogy 3, 4, 5 milliós. De nem 300 milliós. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy olyan piaci területünk van, most idézőjelben a piacó, egy olyan területünk van, vagy üzleti terület, és idézőjelben az üzlet, ami gyakorlatilag, amihez minden más szervezéses üzlet, az piaci szempontból közelében nem léphet. Tehát egyiknek sincs akkora piaca, mint nekünk van. Tehát ez a 300 millió, nem 300, tudom, 320, durván most már, ez a lakosság 4%-a. Tehát a tapasztalatunk szerint a lakosság nagyobb aránya, mint 4% spirituális. De mégis ez csak 4%. Na most ezt a 4%-ot mi meg fogjuk találni. Vagy veled, vagy mással, mindegy. Mert ha nem találjuk meg, akkor csak nagyon töredékesen lehet az emberek számára aranykor. A töredékes pedig azt jelenti, hogy akkor az emberek többsége nem fogja megélni az aranykort. És azt pedig nagyon nem szeretnénk. Tehát mi azt szeretnénk, hogy az emberiség mondjuk olyan 80%-a megélje az aranykort. Tehát minden szociális ember. Az elnyomók meg menjenek a levesbe. Tehát ami nem kis szám, mert ha azt megnézed, a 80%-ot, az 6 milliárd ember. Na most ezt a 6 milliárdot pedig a 320 milliónak kéne kiképezni. De ha nem lesz 300 millió, vagy 320 millió, akkor nem lesz 6 milliárd se.
Na most, és az azt jelenti, hogy gyakorlatilag azok az emberek, hát nem fognak tudni ide visszaszületni. Tehát kivonják az élők sorából őket, és nem születhetnek ide vissza. Már itt pedig aranykor lesz, bármekkora létszámmal akkor is. De kell egy létszám, egy nem kis létszám, hogy a bolygó olyan szintű rezgést éljen át, ami által olyan lényeknek távozniuk kell a bolygóból, akik okozzák most az emberiségnek a azt a fajta rossz hangulatát, amin a legtöbb ember él. És azt a fajta elnyomást okozzák, ami most jelenleg a bolygón van. Tehát honnan tudni, hogy elnyomás van? Nagyon egyszerű. Ha az emberek nem boldogok, bárhol a világban, ott azon a területen, ahol az emberek nem boldogok, jelen van az elnyomás. És bőszen serénkednek az elnyomók. Na most az elnyomók pedig nem jó entitások által vannak befolyásolva. Tehát olyan lények által vannak befolyásolva, akik nem az aranykort akarják, hanem a saját hatalmukat akarják itt létrehozni a bolygón. Ez a saját hatalom a jövőjükben ez úgy működne, hogy totális diktatórikus elnyomás. Jó? Tehát egy totális diktatórikus, bolygószintű diktatórikus elnyomást akarnának. Na most egy dolog csak ezzel kapcsolatban, hogy mennyire elfelé megyünk, hogy miért kell az embereket minden szinten megfigyelni. Mikor az emberek nagyon nagy százaléka jó. Tehát nem rossz. Egy nagyon kis százalék az, amelyik rossz. Ez az emberiség 20%-a az, amelyik rossz, és a 20% 20%-a a nagyon rossz. A 20% 20%-a az egy újabb 4%-os szám egyébként. És akkor fordítva is igaz, hogy az emberiség 20%-ának a 20%-a meg nagyon jó. Jó, tehát ugye maradjunk ennyiben. Tehát az emberiség 4%-a az, amelyik igazán gonosz. És akkor miért kell megfigyelni a további 96%-ot is? Na most azért kell megfigyelni az embereket minden szinten, hogy el lehessen őket nyomni. Tehát egy szociális ember, tehát te szociális emberként vagy itt, szociális emberként nézel, hallgatsz, egy szociális ember, te nem akarsz megfigyelni embereket, gondold végig. Aki meg akar figyelni embereket, azt úgy hívják, hogy elnyomó. Elnyomó. Az egy antiszociális személy. Tehát igazából az antiszociálisak akarják megfigyelni az embereket, azért, hogy utána kihasználják azt a megfigyelést. És azzal tudjanak valamit kezdeni. És ez a megfigyelés ott kezdődik, hogy mindenkinek van mobiltelefonja, akkor, mit tudom én, igazolványokba ugye adóvevőt építenek be, ilyen, tudod, a kártyákba, stb. Stb. Tele van kamerával a világ lassan, mindenütt. Tehát az állandó megfigyelést. Tehát mondom, gondolkozz rajta, hogyha te, mint szociális személy, mondjuk hatalmon lennél, meg akarnád figyelni az embereket? Ki van csukva. Na most mondok példát, hogy értsd. Egy szociális személy
Na, nem jellemző az, hogy mit tudom én, kommentál híreket negatívan. Érted? Tehát lát egy hírt mondjuk a Facebookon, vagy bárhol a YouTube-on, és akkor negatív kommenteket hozzáír a hírhez. A szociális személy nem veszi a fáradtságot, legalábbis a legtöbb. Az antiszociális alig várja, hogy kommentelhetje. El sem. Nem vicc, alig várja. És hozzá is szól minden dologhoz, amiben ő azt látja, hogy neki, ó, hát most akkor írjunk róla negatívat. Tehát ugye az antiszociális indítatású emberek, azok keresik a problémákat, keresik az ellenségességet, amivel ellenséges lehet. Egy szociális személy az nem fordít erre energiát. No, tehát lényeg az, hogy az a célunk, hogy aranykor legyen, és ezt meg is kell csinálnunk. És ehhez keresünk társakat. Szó szerint társakat. 20 perc szünet után növekedés coachképzésünk lesz, ami egy elég fontos téma. De még mielőtt szünet lenne, visszaadom a szót a házi asszonyunknak. Köszönöm szépen a figyelmeteket, további jó tanulást és szép vasárnapot. Sziasztok! Köszönöm szépen! Köszönjük szépen ezt a nagyon érdekes előadást, ebben tényleg most megint minden benne volt. Arról a területről, ami a leglényegesebb, hogy hogyan tudjuk majd megvalósítani az aranykort. És hát én vagyok az a természetgyógyász, aki itt vagyok a csapatban. Valóban így működik minden, nem tudunk erőn felül tenni, és valóban nem lehet a jövedelmet sem emelni. Ráadásul én rájöttem, ugye kerestem a spirituális utamon, hogy hogyan tudok az embereknek a legjobban segíteni, hát a gyógyítás időnyerés. Tehát tényleg jön egy problémával, helyrehozzuk, következőt produkálja, megint következőt, tehát egy bűvös kör, amiből nem lehet kijutni. Egyetlen kijutási mód van, megtanítani az embereket élni. Nincs más. Most egy életterületen, ha segítünk, én már többször elmondtam, amikor mikrofont kaptam a kezembe, 11 rendszer tudok működtetni, nem belekaptam ide-oda, 26 év munkája van benne. Mindegyik egy-egy életterület, és nincs annyi, hogy a teljes életét rendbe lehetne tenni az emberekkel. Sehol nem találtam meg, csak itt. És akkor itt van egy helyen, egy időben, és ilyen összegér sincs. Tehát annyira alacsony a tandíj, annyira megfizethető, hogy sehol ilyen nincs. Egy órát nem adnak ennyi pénzért, nem 30 óra tanítást. És én is ezért kezdtem el a PPH-t, hogy minél többet tudjak segíteni az embereken, és én akkor még nem tudtam, hogy az aranykort is mi építjük. De így a három az egyben, tehát helyrehozni a saját életünket, a mások életét, és bejutni az aranykorba, sehol máshol nincs. Annyi tanácsot tudnék adni az embereknek, hogy vegyék komolyan önmagukat, hozzák rendbe az életüket. Egyetlen egy döntést kell meghozni, hogy mit akarok. Mert itt egyetlen út van élni, vagy finom leves lesz belőlünk, vagy akik nem jönnek velünk. Nincsen más megoldás, és ha valóban a rendszeresség, mi azért járunk fel egyre többet a heti előadásra is, rendszeresen a kis magcsapattal, mert valóban az van, ha élőben nézi az ember az előadásokat, olyan szinten felgyorsul a fejlődés. Én minden szemináriumon eddig ott voltam a három évemből, egyetlen egyet sem hagytam ki, csapattagjaim közül 90%-ban ott, tehát nagyon indokolt esetben nem jönnek, nagyon rendes csapatom van. És most látjuk a fejlődést, a csapat miatt látjuk a fejlődést. Tehát tényleg nem lehet csapat nélkül megcsinálni. Akkora tükröket kapunk, hogy az ember nem győzi Miklóst hívni, hogy segítsél már, mert ezt így egymagunkban nem tudjuk.
minden életterülethez. Miklós, Szedlacsik Miklós, ha ad tanácsot, az úgy van. Én magamon megtapasztaltam, én volt pár szor, amikor ellent mondtam, és mindig kiderül, Szedlacsik Miklósnak igaza van. Hát ezzel az zárszóval szeretném befejezni most a mondandómat. 20 perc szünet következik, utána növekedés coach. Folytatjuk, és akik már hallgattak az előadásokból, azok már megtapasztalták, hogy nagyon-nagyon sok felismerést kapunk benne. Nagyon-nagyon előrefele viszi a saját életünk rendbetételét. Köszönöm szépen, 20 perc szünet.